Alapításának 100. évfordulóját ünnepli idén az SBTC. A nagymúltú klub centenáriumi évének programja is körvonalazódott már, amelyet az SBTC 100 emlékbizottság állított össze. A szervezésbe a Salgótarjáni BTC olyan egykori kiváló sportolói is besegítenek, mint az olimpiai bajnok labdarúgó Básti István és Szalai Miklós, valamint az olimpiai bronz és Európa bajnoki ezüstérmes ökölvívó Botos András. A programokról a Zente Ferenc emlékév sajtótájékoztatóján árultak el részleteket a Salgótarjáni Zente Szalomban. Valahol kapcsolódik a színház, a színészet és a futball is, hogy egy ilyen eseményre a Nemcsák Károly megszervezi, hogy a magyar színész válogatott lejön Salgótarjánba, és az SBTT 100 éves évfordulóját megtiszteli azzal, hogy részt vesz egy nagypályás mérkőzése. A központi rendezvényt május közepén rendezik meg a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központban, ahol az üvegcsarnokban sporttörténeti kiállítás nyílik, majd a színházteremben az ünnepi közgyűlést tartják. Emellett februárban jubileumi öreg fiúk és utánpótlás teremlabdarúgó torna is lesz, míg áprilisban és májusban további tornákat rendeznek utánpótlás csapatok részvételével. Az SBTC jelenleg megyei első osztályú felnőtt csapata, júliusban az NB1-es Diósgyőrrel játszik a Szojka Ferenc stadionban, ősszel pedig kispályás kupán lépnek pályára a STC-sek. Ezzel is a Fekete-Fehérek 1971-72-es NB1-es bajnoki bronzérm előtt tisztelegnek, ami az együttes legnagyobb eredményének számít. Ez vezet bennünket, ezért dolgozunk, hogy az SBTC-nél fönnmaradjon 100 év után is, és ha máshol is nem, de egy NB3-as színvonalú csapat legyen Salgótarjánban, amelyik méltóan képviseli a múltat, és méltóan tudja képviselni a régi egyesületet. Egy olyan könyv készül, aminek egy ideglenes címe 100 év képekben, hiszen nagyon sok STC könyv jelent már meg, és mindig a szöveg dominált. Most fordítva lesz, most a képek dominálnak majd, az elmúlt 100 év különböző sportágainak eseményeiről készült fotók. A labdarúgáson kívül a rendezvénysorozatot ifjúsági röplabdatorna szintén színesíti. A 100 éves évfordulóra a könyv mellett jubileumi emlékplakett is készül, és a számos rendezvényen méltókép állítanak emléket az 1920-ban alapított Salgótarjáni Klub szakosztályainak minden kiválósága előtt.